ilyen súlyos állatkínzásos esetet elkövet, annak következményei lesznek, és meg lesznek a megfelelő retorziók. Na most eddig, ami híreket kaptunk a tárgyalóteremből, jelenleg ott tartunk, hogy a elkövetők, akik ezt a gyalázatos büntetet elkövették, 4 hónap fogházbüntetést kapnak. Ennyi, itt tartunk jelenleg. Most itt szeretném megjegyezni és elmondani, hogy ezzel gyakorlatilag, ezzel az ítélettel szembeköpték az egész magyar állatvédelmet, szembeköptek minden magyar állatvédőt, és azt erősítették meg ezzel az emberekben Magyarországon, hogy jelenleg nincsenek törvények, nincsen retorziója annak, hogyha valaki súlyos bűncselekményt követ el. És most engedjék meg, hogy megjegyezzem itt azt is, hogy én, mint állatvédő és mint országgyűlési képviselő, évek óta küzdök azért, hogy ez a tarthatatlan állapot, ez a lehetetlen állapot, ami Magyarországon van a állattartásban, és amilyen sanyarú körülmények között kell dolgozniuk az állatvédőknek, ez megváltozzon. Mi adtunk egy olyan jövőképet, és felvázoltunk egy olyan jövőképet, hogy egy olyan országot szeretnénk, ahol az állatvédők nyugodtan tudják végezni a feladatukat, és minden egyes állat biztonságban van. Sajnos itt el kell mondanom ezzel kapcsolatban egy kormánykritikát is, ugyanis most hétfőn az igazságügyi bizottságban tárgyalták azt a javaslatomat, miszerint azt kívántam elérni törvényjavaslat által, hogy az állatkínzásos esetek, bizonyított állatkínzásos esetek elkövetőinek a büntetési tétele 5 és 8 év között legyen megállapítva. Tehát nem szerettem volna, és én úgy gondolom, aki itt van, mindenki egyetért abban, hogy nem lehet egy ilyen bűncselekményt felfüggesztett börtönbüntetéssel lerendezni, nem lehet 4 hónappal lerendezni, hanem egy élet kioltása miatt olyan büntetést kapjon az illető, amit megérdemel. Mondanom se kell, hogy ezt a kormánypárti többség többszörösen ismét leszavazta ezt a törvényjavaslatomat, de én nem fogom feladni, és úgy gondolom, az a rengeteg ember, aki ott van körülöttem, ők se fogják feladni, és addig nem fogunk nyugodni, amíg Magyarországon nem lesz egy olyan állatvédelmi törvény, és nem lesz egy olyan BTK, ami az ilyen eseteknek a elkövetőivel szemben kőkeményen fellép. Meg fogunk tenni mindent ezért, és a közelgő választásokkal kapcsolatban annyit el szeretnék mondani, hogy kidolgoztunk egy komplett állatvédelmi programot, amiben jó részt én vettem ki a részem, és egy olyan állatvédelmi programmal állunk elő, ami mindenki számára megnyugtató lesz, és az ilyen gyalázatos esetek, amik itt megtörténtek a Nyíregyházán, ezen a bíróságon, hogy valaki 4 hónap fogházbüntetéssel elsétált egy ilyen eset után, nem történhet meg a jövőben, és nem is fog megtörténni. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ez nem politika kérdése. Ez minden jóérzésű embernek a szent meggyőződése, hogy akik itt élünk együtt a Földön, legyen az ember vagy állat, mindenkinek megvan a helye, és gondoskodunk, felelősek vagyunk egymásról. Hiszen minket is ellát ez a Föld, mi kötelességünk, hogy gondoskodjunk róla minden itt élőről, és én el szoktam mondani emellett még azt is, hogy azon kívül, hogy én országgyűlési képviselő vagyok, én mindig és mindenkor az élet pártján vagyok, és aki az élet pártján van, az úgy gondolom, hogy az ilyen ítéleteket és az ilyen embereket mélységesen elítéli. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy a saját lehetőségéhez mérten emelje fel a hangját, mondja el mindenkinek, hogy ilyen eset többet ne történhessen meg Magyarországon, és én itt kimerem jelenteni, és ki is jelentem, hogy én is megteszem a magamét, és minden olyan embernek, aki tisztességes, becsüli az állatokat, becsüli az életet, annak mindig kezet fogok nyújtani, és meg fogunk tenni mindent azért, hogy ilyen esetek ne történhessenek meg Magyarországon. És még én szeretném azt megjegyezni, hogy bűnösök közt cinkos, aki néma, tehát aki elmegy egy kidobott állat mellett, valamilyen szinten az is bűnös, mert lehet, hogy ennek az állatnak az az ember volt az utolsó lehetőség, hogy életben maradjon, és itt szeretném végezetül felrúni az elmúlt 27 év politikai elitjének a felelősségét, hiszen meg lett volna rá a lehetőség 100-szor, 1000-szer, hogy ezt a helyzetet megszüntessék, de valamiért senkinek sem volt fontos. Tudjuk nagyon jól, hogy miért.
Azért nem volt fontos, egyébként én kimerem ezt így jelenteni, mert ebben nincs pénz, ebben nincs biznisz, ez csak pénzbe kerül, ez viszi a pénzt, de úgy gondolom, hogy ez olyan felelősség és kötelesség minden magyar ember és minden politikus számára, ami mellé nem lehetősége, hanem kötelessége, hogy odaálljon. Ezáltal én megtettem ezt a lépést, én odaálltam emellé az ügy mellé évekkel ezelőtt, és erre biztatok mindenkit, hogy tegyék meg, hiszen én úgy gondolom, hogy itt Európa szívében nem tartatunk állatokat, és nem lehet az állatvédelem azon a szinten, mint Kelet-Ázsiában. Tehát ha hangoztatják olyan sokan, hogy büszkék vagyunk az Európai Uniós tagságunkra, büszkék vagyunk az európai ságunkra, akkor ebben az ügyben is tegyük meg a lépéseket, hogy legalábbis próbáljuk utolérni mondjuk Ausztriát vagy a hasonló országokat. Én erre biztatok mindenkit, és köszönöm szépen, aki eljött és meghallgatott. Ha van esetleg kérdés az ügyel vagy bármilyen kapcsolatban, szívesen válaszolok rá. Nincs? Akkor köszönöm szépen. Véget ért akkor. Jó, véget ért akkor Egyes Zsoltnak itt a sajtótájékoztatója. Akkor szeretnél a... Nem az ő tájékoztatóján, neked. Jó, jó, akkor szerintem álljunk meg valahol. Igen. Gyere. Megmutatjuk, ha itt csinál. Ja, nagyon aranyos vagy. Nem maradtok még? Megyünk, mert nekünk még dolgunk van, aztán átadom. Meg ki kell menni kutyákhoz, vagy éghoz. Meg találkozni fogtok vele, mert ugye lesz könyvedikálás hamarosan, meg jövünk Nyíregyházára, Budapesten is, tehát biztos, hogy fogtok vele találkozni. Élőben van meg a varázsok. Nagyobb, mint a képeken. Olyan cuki. Nagyon. Tényleg annyira örülök, hogy nálatok maradt. Köszönjük. Annyira jó. Egy emberként aggódtunk. Tudom, igen. Nagyon szépen köszönjük, nagyon aranyosak vagytok, és nagyon jól esik az, hogy ennyien kiálltatok. Igen, ez nagyon sokat jelentett, mert nagyon kemény volt lelkileg, érzelmileg. Úgyhogy köszönöm nektek. Találkozunk. Igen, találkozunk. Akkor már Sivával. Sziasztok, pusza nektek, sziasztok. Hát itt betekintést nyerhettek egy picit ugye abban, hogy nem csak a Fülöppen, hanem még a Siva pernek is az utóhatása. De most szerintem, megvárom, hogy nem, közben a Gabi adott interjút, ugye, mint Máosz elnök, aki most kapcsolódik be az élő adásban, azoknak elmondanám, hogy mind az elsőrendű, mind a másodrendű vádlott 4-4 hónap fogházbüntetést kapott. Elnézést, én azt írtam véletlenül, hogy fegyház az egyik kommentben, az majd a megfelelő alkalomkor törlésre is kerül. Közben egyébként a szurkolók az állatkínzásért csoport is ellen. Szurkolók az állatokért. Az állatokért, így igen. Van. Ő is tartja már egyébként? Igen, most fogja. Jó. Akkor ezt is megmutatjuk a nézőknek. Na tehát azt kezdtem el, gyere Gabi, közben mondani a kedves nézőknek, ugye a szurkolók az állatokért, vagy a szurkolók az állatkínzás ellen. Nagyon nehéz nekem ezt így. Ők mindjárt sajtótájékoztató tartanak, Kapi Rihárd, ugye a vezetője ennek a mozgalomnak, és mindjárt meghallgatjuk az ő véleményüket, hogy ők mit szólnak a döntéshez. Az előbb elkezdtünk mondani élőben a nézőknek, hogy az elsőrendű és a másodrendű vádlott is 4-4 hónap fogház büntetést kapott. Gabi, mik az első érzéseid? Kevés. El fogom mondani. El fogod mondani. Igen. Akkor ezt most még így. Jó. Lehet? Halljuk. Lehet, Ricsikán. Jó napot kívánunk! A szervezet nevében szeretnénk megköszönni először is a bírónőnek, hogy azt az ítéletet meghozta, amit Magyarországon eddig még egyetlen egy bíró sem hozott meg, hogy letöltendő börtönbüntetést kapott, majdnem azt mondom, hogy egy egész család. A bírónő azt elmondta, és ezt szeretnénk mindenkinek eljusson a tudatáig, hogy állatot nem köteles senki tartani. Ha nem éreznek rá kapacitást, nem tudják etetni, nem tudják kitartani őket, akkor nekik nem kell állatot tartani. El szoktuk mondani a szegényebb helyeken, hogy erről van most már a riasztó, azt nem kell etetni, nem kell itatni, és ugyanúgy védelmet fogja szolgálni. Egy kutyát kikötnek egy egyméteres láncra, az nem fogja tudni megvédeni a bejárati ajtót, mivel el tudunk mellette menni, erre múlt héten is pont nagy cserkeszem volt példa.
Azt mindenféleképp ki szeretnénk jelenteni, hogy mi politikamentesek vagyunk, szóval nekünk sem a Jobbik, sem a Fidesz, senki nem szeretnénk, hogy egyesével beálljon mögé. Ez az állatvédelemről szól. Itt a szervezeteknek össze kéne fogni, és minél jobban azt kéne csinálnunk, hogy ezek az állatkínzásos dolgok megszűnjenek. A civileknek egyre jobban fel tudjuk hívni a figyelmét arra, hogy jelentsék be bármelyik szervezetnek az e-mail oldalán, a Facebook oldalán, hogy igenis álljon meg egy elütött kutya mellett, egy kikötözött láncos kutya mellett. Jönnek a hidegek, nincsenek kutyaházak. Mi azt mondjuk, hogy nem szégyen segítséget kérni, segítsenek, és minden eszközzel, amivel tudunk, segíteni fogunk neki. 6 hónappal ezelőtt elindítottunk valamit Nagycserkeszen, és hát, ha nem is kapott éveket ez a család, de azért ki lehet mondani, hogy azért ők el fognak vonulni egy kicsit a világ elől, és ahol mindenhol hirdettük ezt az igét, hogy börtönt az állatkínzóknak, azt most megcsináltuk. A szurkolók megcsinálták, a civilekkel együtt, 57 ezer ember követ minket a Facebookon, akiknek nagyon szépen köszönjük az eddigi segítségét is, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy fogjunk össze az állatokért, mindegy, az most ez kutya, macska, bárki, a politikusokat is arra kérjük, hogy tegyék félre azt, hogy most ki van, ki jobb oldali, próbáljunk meg összefogni. Ha mi szurkolók ezt meg tudtuk csinálni, és itt tudunk lenni, szurkolók is itt legyenek, pécsiek is itt vannak, a Fradi, ugye Nyíregyháza, Miskolc, tényleg nem akarok senkit kihagyni, rengeteg civil is érkezett Budapestről és az ország több pontjáról, tehát nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ebben a hidegben itt voltak végig. Ugye még ez nem végleges, fellebbezni még lehet, utána fogunk tudni mindent, hogy mi lett. A bírónak még egyszer köszönjük, hogy ezt bemerte vállalni. Mi a véleményed arról, hogy nem jöttek el a bíróságra? Hát ugye ők itt arra hivatkoztak, hogy ők itt lelettek köpve, meglettek egy kicsit dorgálva, vagy hangos szó lett nekik. Hát akkor én azt kérdezem tőlük, hogy az a kutya, aki ki volt kötve, akkor az mit érezett? Szóval akkor ezek nem emberek. Vállalják fel, amit tettek, jöjjenek ide, álljanak elén, és amit elmondta bent is, hogy ők a bíróságon annyit nem mondtak, hogy sajnálom. Szóval hogy akkor mi miért sajnáljuk őket? Egy gyenge jellemű emberek, és ezek itt élnek közöttünk. Köszönjük. Köszönjük. Köszönöm a kedves itt megjelenteket, Mészáros Gabriella a nevem, a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének vagyok az elnöke, rövid nevén a MÁOSZ elnöke, ez egy országos ernyőszervezet. A mai Fülöp kutya tárgyalásának a ítéletével kapcsolatban mindenképp el szeretném mondani, hogy példás, hogy letöltendő börtönbüntetést kapott az állatkínzó, viszont az időtartamát nagyon enyhének tartom, a minimum fölött egy icipicivel van. Kétségtelen, hogy van két kiskorúja, ami ugyan enyhítő körülménynek számít a mai jobb rendünk szerint, viszont én úgy gondolom, hogy az már önmagában kimeríti a kiskorú veszélyeztetését, hogy ilyen körülmények között tart egy állatot, és gyereket se kéne tartani, nem hogy állatot. Nagyon enyhe ez a 4 hónap, de legalább a letöltendő börtönbüntetést el tudtuk érni, ez is valami. A legfontosabb gondolat még ehhez, az ügyhöz kapcsolódóan, Fülöp kutya nem csak a megkínzóinak az áldozata, hanem a mai magyar állategészségügyi ellátórendszernek a elégtelenségének az áldozata. A helyzet az, hogy ma van Magyarországon 80-100 000 kóbor állat, akik a szegregátumokban szociálisan hátrányos helyzetű családok lakókörnyezetében kénytelenek élni. A mai ellátórendszerben viszont csak 20-22 000 kutya kerül be, tehát több 10 000 marad az utcán, és sajnos az a 20-22 000 kutya, bár évről évre nő az élve kikerülések aránya, végig is nagyon sok kutya hal meg az ebrendészeti telepeken, és több 10 000 kutya marad kint az utcákon, akik minden kontroll nélkül szaporodnak. Az államnak sürgősen be kell avatkoznia, hogy a mai magyar állatvédelmi helyzeten javítsunk, egy országos ivartanítási programmal, amit mi szorgalmazunk évek óta, a többi köz pedig az állatvédelmi témájú jogszabályok módosításáért küzd az ernyőszervezet. A svájci Suzy Utzinger alapítvány támogatásával évente ivartanítunk 2700 állatot,
viszont még rögtön ma, tegnap, azonnal legalább 28 ezer állatot kellene ivartanítani ahhoz, hogy megszűnjön ez a irreálisan magas kóborállat létszám, és ne kényszerüljenek olyan emberek állatot tartani, akik nem akarnak, vagy egyébként alkalmatlanok rá. Civil erőforrásból nem tudunk megvalósítani 30 ezer kutyának az ivartanítását, ez alsó hangon 600 millió forintba kerül, plusz az ehhez tartozó apparátus. Nagyon fontos megérteni, hogy amíg az állam nem avatkozik be és nem valósítja meg az országos ivartanítási programot, addig nem fogja elérni a kutya a hozzáméltó értéket, addig úgy fogja kezelni a társadalom, mint a szemetet, és mi állatvédők arra kényszerülünk, hogy a társadalom felelőtlen tagjainak a szemetét tulajdonképpen eltakarítsuk, amit tudunk, mentünk, viszont az a pár tízezer az nagyon kevés ahhoz, hogy minden kutyának megfelelő választ tudjunk adni és segítséget, ezért az ivartanítás az egyetlen humánus, preventív állatvédelmi módszer, amivel tudunk segíteni a kialakult helyzeten. Kövessétek kérlek nyomon a MÁOSZ munkáját a Facebookon, közösségi oldalukon, illetve a Suzi Utzinger Svájci Állatvédő Alapítványnak a magyarországi tevékenységét, aminek jó magam a képviselője vagyok, hogy minél többen terjesszük és tegyünk azért, hogy az országos ivartanítási program megvalósuljon, az állatvédelmi témájú jogszabályok megfelelő módon módosításra kerüljenek, és követeljük az államtól a hathatós beavatkozást, hogy ezeket az eseteket el tudjuk kerülni a jövőben. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük! Na hát, közben véget ért itt a sajtótájékoztató. Itt most Gabit hallották, Mészáros Gabit, a Magyar Állatvédők Országos Szövetségének az elnökét, és nagyon érdekes és informatív dolgokat mondott, amit jó lenne, hogyha tényleg a törvényhozás, a hatalom is átgondolna. Itt még mindig megy a fotózkodás, a szigorú büntetést az állatkínzóknak, és nagyon tetszett, és még egyszer szeretném azt kihangsúlyozni önöknek, hogy tényleg az állatvédelem, az nem csak állatvédelem önmagában, hanem mindig egy embervédelmi kérdés, sőt, az állatvédelem nem politikai kérdés. Nincs jobboldali kutya, nincs baloldali kutya, kutya van és élet van, ami szent. Fülöp büntetőperére visszatérve, és még ezzel kapcsolatosan engedjenek meg nekem néhány szót, hogy itt a végén összegezzem az én saját érzéseimet. Csalódottság és keserűség van a szívemben és a lelkemben emiatt, a döntés és ítélet miatt, és bízom abban, hogy másodfokon akár szigorodhat is, még ha pici is erre az esély, tehát kicsi az esély, hogy ezt szigorítani fogja a bíróság. Nagyon szomorú az, hogy egy ilyen sokat szenvedett, egy ilyen sok megpróbáltatáson átesett kutya élete 4 hónapot ért, de üröm az örömben, ugye tartja ez a szép magyar mondás az, hogy legalább letöltendő börtönbüntetést kaptak, ugye fogházba kell majd 4 hónapra vonulniuk. Fülöpöt már semmi nem adja vissza, és nem adja vissza azt a sok megkínzott, több ezer megkínzott kutyát, akik képtelenek voltak arra, hogy megvédjék magukat, a kiszolgáltatottak, a gyengék, és értük kell nekünk küzdeni. Eszembe jut a deteki gyilkosság, eszembe jut az a szörnyű videó, amikor tehát az idegességtől összerándult a gyomrom, és reszkedtem, és nem bírtam végignézni ezt a videót, és eszembe jut ennek a kölyök kutyának a fájdalma, az, amit átért, az a pokol, és ahogy nézhetett és nézett is megkínzóira, hogy kegyelmezzenek meg nekik. Nem volt kegyelem a deteki kutyagyilkosnak, és nem volt kegyelem Fülöpnek sem, mind a ketten szenvedtek igazságtalanul. Az, hogy most ez igazságos döntés, ezt szubjektíve engedjék meg nekem, hogy ne kommentáljam, hiszen a csalódottságom azért választad erre a kérdésre. Öröm az ürömben, bocsánat itt a zavarodottságtól, meg így az érzelmek ugye kavarognak az emberben. Köszönöm egyébként, Martin, hogy javítottál. De bízzunk abban, hogy elindult valami, örülni kell annak, hogy egyre erősebb az állatvédelemnek a médiája, hogy egyre többen foglalkoznak az állatvédelemmel, mint társadalmi kérdéssel. Úgyhogy elindult valami, társadalmi mozgalmak is elindultak ezen az úton, és fontos az, hogy vigyük hírét az állatvédelemnek, és mindig álljunk ki a gyengék, a kiszolgáltatottak mellett, legyen ez ember, vagy legyen ez állat. Folytatódik a Fülöp per, hiszen ez elsőfokú döntés, tehát még nem jogerős. Biztos, hogy lesz egy-két szava ugye ennek a vádnak is, és a védőnek is majd a döntéshez. Mi mindenről be fogunk számolni. Mindkét fél fönntartotta a fellebezésre 3 napot, úgyhogy 3 nap alatt eldöntik, hogy fellebeznek, és ha igen, akkor milyen mértékben. Igen. És hát ugye még egyszer elmondom önöknek a
A, melyik eset a pécsi volt? Amit az pápai, bocsánat, igen, a pápai környéki esetet, amikor szintén néhány hónappal ezelőtt egy 22 éves fiatalember ugye letöltendő börtönbüntetést kapott. Ambivalens érzések. Köszönjük szépen a kora délelőtti figyelmüket, megtisztelő figyelmüket, hogy velünk voltak, és tényleg beszámolunk a legfontosabb magyarországi állatvédelmi kérdésekről. Alapítványunk ügyeit is természetesen követhetik, a Kutyasegélyszolgálat Alapítvány védenceiről is be fogunk számolni, és Síváról, akit itt nagyon sokan kérdeztek, hamarosan december 12-én megjelenik a Síva könyv, engedjék meg, hogy ezt még itt a végén elmondjam önöknek, és megköszönjem még egyszer a figyelmüket. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük, hogy velünk voltak. Mészáros Gabriellát és Vegara Györgyöt hallották.